ideál egy kis teja? Nem nagyon kívánom. Vodkát? Nem iszom én minden nap. Na. Vodkát. Meg aztán meleg is van. Dadus, milyen régen ismerik mi egymást? Milyen régen? Istenem, ha ez nekem most eszembe jutna. Amikor idejöttél, akkor még élt Vera Petrovna, Szunyecska anyja. 2 télen át minden nap ide jártál, amíg ő még élt. 11 éve, bár az is lehet, hogy több. Nagyon megváltoztam azóta. Nagyon. Azelőtt szép voltál, fiatal, mostanra megöregedtél. Szépséged sem a régi már, és szó, ami szó, iszol. Hát igen, más ember lettem a 10 év alatt. És mitől? Agyon dolgoztam magam, Dadus. Reggeltől estig talpon, nyugalma nincsen. Éjszaka meg csak fekszik az ember az ágyban, és retteg, nehogy beteghez kelljen rohadnia. Hát, hogy ne öregedtem volna. Amióta ismerjük egymást, egyetlen szabad napom nem volt. Meg ez az egész élet is olyan unalmas, ostoba, piszkos. Elnyeli az embert. Körös körül csupa furcsa figura. Csak furcsa figurák. Aztán eltölt az ember köztük 2-3 évet, és anélkül, hogy észrevenni, ő belőle is egy mániákus, furcsa figura lesz. Nincs kiút, ez a sor. Ölj csak, mekkora bajusz növesztettem! Hülye bajusz! Belőlem is az lett, Dadus. Figura! Az eszem még a helyén van. Isten vigyázott rám, elbutulni még nem butultam el, de az érzések valahogy kihaltak belőlem. Én nem szeretek senkit, nekem semmi nem kell, nem szeretek senkit. A téged. Téged talán még szeretlek. Gyerekkoromban nekem is ilyen Dadusom volt. Enni csak akarsz. Na. Nagy bőt után a harmadik héten át kellett mennem a szomszéd járásból a járvány miatt. Hűtéses tifusz. Házakban egymás egyé hátán az emberek. Forjak a padlón együtt a betegekkel, a malacok ugyanott. Egész nap rótottam, futottam, nem ettem semmit. Le se ültem. Este, amikor hazaérek, hát ott sajnak nyugtam. Hozzák a vasútról a váltóért, felteszem az asztalra. Megoperáljam az meg. Fogja magát és meghal nekem kloroformozás közben. És látod, most, amikor nem kellene, most beszél, föltámadnak az érzelmeim. Furtol a lelkiismeret, mint hogyha direkt öltem volna meg. Na. Leülök. Beújnom a szememet, és azt gondolom, hogy azok, akik majd 100-200 éve utánunk élnek, és akiknek mi most törjük az utat, megemlékeznek-e rólunk egy jó szóval? Hát nem, Dadus. Nem. Az emberek nem, de a jóisten meg fog emlékezni róla. Na, köszönöm szépen, ezt jól mondtad. Az igen. Az igen. Na, kialudtad magad? Ki? Nagyon is. Amióta itt lakik a professzor a nejével, kizökkent az élet a kerékvágásból. Sohasem idejében alszom, hanem mindig reggeli után. Ebédre meg mindenféle gezemicét eszem, bort iszom. Egészségtelen ez így. Azelőtt nem volt egy szabad percem se, szomjai meg én. Úgy dolgoztunk, hogy le a kalappa. Most meg Sonya dolgozik egyedül, én meg csak eszem, iszom, alszom. Nem jó ez. Szép kis rend. Professzor délben ébred, mindenki hozzáigazodik. Amíg nem voltak itt, mindig egy óra tájban ebédeltünk más rendes emberek. De amióta itt vannak, este 7-kor. Éjszaka a professzor olvas meg ír, aztán éjjel 2-kor megszólal a csengő. Mit óhajt, kedves? Azt mondja, teát. Költhetem fel az embereket, gyújthatom be a szamovárt, na?
A szép kis rend. És soká lesznek még itt? 100 évig. A professzor itt akar letelepedni. Tessék, most is. Itt van a reggeli az asztalon, ők meg elmennek sétálni. Jönnek már, jönnek! Ne aggódj! Nagyszerű, csodálatos látvány. Elbűvölöd, méltóságos úr. Hölgyeim és uraim! A teja! Teja! Papa, holnap kimegyünk az erdészetbe, van kepred? Kérő barátom, küldjetek a teát a dolgozószobámba, egy fontos munkát még el kell végeznem. De az erdészet biztosan tetszeni fog neked is. Füllet van. Meleg füllet a levegő. A mi professzorunk meg kabátban, kalucsnival jár, esernyővel, kesztyűvel. Biztos vigyázz magára. Jaj, de a felesége. Az milyen gyönyörű lassz. Életemben nem láttam még ilyen csodálatos nőt. Én akár a mezőn járok, akár egy árnyos kertben sétálgatok, akár ezt az asztalt nézem, én kimondhatatlan gyönyörűséget érzek. Csodaszép az idő, a madárkák dalolnak, mindnyájan békében egyetértésben élünk. Mi kell még? Szívből hálás vagyok maguknak. Szeme! Gyönyörű asszony. Na, mesélj már valamit, Iván Petrovics. Mit meséljek én neked? Nincs semmi újság. Nincs? Nem történik semmi. Én ugyanaz vagyok, aki voltam, talán egy kicsit rosszabb, mert ellustultam. Nem csinálok semmit egész nap, csak morgok, mint egy medve. Mama, az én öreg csókám, még mindig a női emancipációról fecseg. Egyik szemével már a sírba néz, de a másikkal az új élet hajnalát keresi a bölcskönyvekben. És a professzor? Hát, és a professzor, hát az kora reggeltől öreg éjszakáig ül a dolgozószobájában, és ír, mint mindig. Ódákat költünk, s írunk, írunk, lankadatlanul, de jaj, se versünkre, se mireánk, dicsfény árja sose hull. Szegény papír! Inkább az önéletrajzát írnám meg, mennyivel jobb téma lenne. Gondolj csak bele, egy nyugalmazott professzor, egy vénkóró, egy tudós kakadu, aki csupa migrén, köszvény, meg reuma, a féltékenységtől, meg az irigységtől földagadt a mája. Na, ez a vén kakadu kiköltözik az első felesége birtokára, itt él, de csak kényszerűségből, mert arra már nem telik neki, hogy városban lakjon. Örökké csak sápítozik, hogy milyen szerencsétlen. Pedig ha valakinek, neki aztán szerencséje volt. Gondolj csak bele, egy egyszerű sekrestés fia, egy kis szeminarista, de addig, amíg tudományos fokozatot szerzett, egyetemi katedrát, méltóságos úr lett belőle. Persze, szenátor volt az apósa. De hát, nem is ez a fontos. Megmondom én neked, hogy mi a fontos. Az, hogy egy ember 25 éven át írja a könyveket, tartja az előadásokat a művészetről, és közben kiderül, hogy semmit sem ért a művészethez. 25 éven át kérődzi vissza a mások gondolatait, naturalizmusról, realizmusról, meg mindenféle egyéb mostumaságról. 25 éven át írja és mondja, hát amit az okosok már régen tudnak, a hülyéket meg úgy sem érdekli. Vagyis 25 éven át egyezte a zabot! Na, nézd meg, micsoda igényei vannak. Nyugalomba vonult, de egy árva lélek se tudja a nevét, azt se tudják, hogy kicsoda. Vagyis 25 éven át más elől foglalta a helyet. És hogy vonul? Mint egy félisten! Meg úgy látom, hogy te féltékeny vagy rá.
Irigykeny, irigy, egy kutya, igen, irigy, irigy. Milyen sikere van a nőknél. Nincs az a Don Juan, akinek ekkora sikere lett volna. Az első felesége, a húgom, gyönyörű, szelíd teremtés volt. Olyan tiszta, mint a kék ég fölöttem. Nemes, nagy lelkű. Több hódolója volt, mint Emennek tanítványa. Úgy szerette, ahogy csak a tiszta angyalok tudják szeretni a hozzájuk hasonló tisztákat és gyönyörűeket. A második felesége, aki szép, okos, láthattad. Na hát az akkor ment hozzá, amikor ez már öreg volt. Neki adta a szépségét, a fiatalságát, a szabadságát, a ragyogását. Miért? Mire föl? Ja. Hűséges a professzorhoz. Sajnos igen. Ott vagy sajnos. Mert ez a hűség kívül belül hamis. Túl sok benne a retorika, és hiányzik belőle a logika. Megcsalni egy öreg férjet, akit az ember ki nem állat, ez erkölcstelen. De elfojtani a fiatalságodat, az eleven érzéseidet, az nem erkölcstelen. Nem szeretem, Ványa, ha így beszélsz. Azért tényleg, aki megcsalja a férjét vagy a feleségét, az akkor egy hűtlen ember. Az még a hazájához is képes hűtlen lenni. Na most jó lenne, ha nem szólnál bele. Már megbocsáss, Ványa, de nekem a feleségem az esküvő másnapján elszokott tőlem. Azon az alapon, hogy nekem nem vonzó a külső. De én azóta se szektem meg soha szent esküvet. Mind a mai napig szeretem és hűséges vagyok hozzá. A vagyonomat odaadtam a gyermekek nevelésére, akiket a kedvesének sült. A boldogságom oda lett, de a büszkeségem megmaradt. És neki a fiatalság elmúlt, a szépség a természet törvényei szerint elhamvadt, a kedvese lehunta a szemét. Neki mi maradt, ugye? Dadus, valami parasztok vannak itt. Eredj, beszélj velük, majd én intézem a teát. Csőgösen írtak, hogy nagyon beteg. A reumája meg egyedek. Erre most kiderül, hogy egészséges, mint a ma. Tegnap este nagyon rossz kedve volt. Panaszkodott, hogy fáj a lába. De ma nincsen semmi különös. Majd a nyakamat törtem, úgy siettem. Hát a mindegy, nem az első eset. Most viszont itt maradok magunknál éjszakára, legalább jól kialszom magamat. Nagyszerű. Úgyis olyan ritkaság, hogy nálunk maradjon éjszakára. Biztosan nem is ebédelt, ugye? Nem kérem, még nem ebédeltem. Hát akkor legalább megebédel. Mostanában 6 óra után ebédelünk. Hideg a tea. A szamovárnak már jelentősen csökkent a hőmérséklete. Nem számít, Ivan Ivanics. Hidegen is megisszuk. Pardon, kérem? Nem Ivan Ivanics, hanem Ilja Iljics, kérem szépen. Ilja Iljics Kelegi. Vagy ahogy egyesek hívni szoktak a ragyás arcbőröm miatt, rücskös, hogy szivacs. Valamikor én tartottam keresztvíz alá szönyecskát, és a méltóságos úr, az ön férje, nagyon jól ismer engem. Itt lakom most önöknél, ugyebár ezen a birtokon. Ma méltóztatott észrevenni. Minden nap önökkel ebédelek. Ilja Iljics, ami segítőnk, ami jobbkezünk. Jöjjön keresztapa, töltök még magának.
baj, nagymama. Elfelejtettem szólni Alexandrának. Jába cserbe hagy már a memóriám. Ma levelet kaptam Harkovból. Pavel Alexejev elküldte az új brosúráját. Ma is érdekes? Érdekes, de... valahogy mégis különös asszáv folya, amit hétesztetővel ezelőtt még ő maga védelmezett. Furcsa? Nincs abban semmi furcsa, mamó. Igya csak a teáját. Én beszélni akarok. Aj, beszélni, beszélni. 50 éve csak beszélünk és beszélünk. Olvasok a brossúrákat. Nem kéne már végre abba hagyni? Téged valamiért zsenírozz, ha én beszélek. Bocsáss meg, Jean, de az utóbbi egy év alatt annyira megváltoztál, hogy abszolút nem ismerek rá. Pedig te határozott elvekkel rendelkező, ragyogó egyéniség voltál. Ragyogtam én! Ó, csak világítani nem világítottam senkinek. Ragyogó egyéniség voltam. Nincs ennél gonoszabb vicc. 47 éves vagyok. Egy ideig akárcsak maga tömtem a fejembe a tudományokat, hogy ne lássak semmit, hogy ne lássam a valódi életet. És azt hittem, hogy jól teszem, de most? Ha maga azt tudná. Sokszor éjszakákon át nem alszom a dűtől, a haragtól. Ilyen ostobán elpazaroltam az időt, miközben mindent megkaphattam volna, amit most már megtagadt tőlem az öregség. Igen, már késő. A korom miatt minden késő. Bánya bácsi, unalmas ez. Úgy csinálsz, mintha a korábbi elveit tehetnének bármiről is, pedig nem azok a hibásak, hanem te magad. Elfelejted, hogy az eszme önmagában semmi. Halott szó. Inkább munkálkodnod kellett volna. Munkálkodni, persze. Nem lehet mindenki egy irkáló perpétum mobile, mint a maga herr professzora. Mit akarsz ezzel mondani? Én mama, Bánya bácsi, könyörgöm. Jól van, hallgatom. Bocsánat, bocsánat. Milyen szép ma az idő. Nincs olyan hőség. Tényleg. Ilyen időben legokosabb, ha fölköti magát az ember. Na most mit akartak a parasztok? A takarmányért jöttek. Melyiket hívott? A kendermagos elkószált a csibéivel. Félek, hogy elviszi őket a bal. Doktor, itt van? Itt vagyok. Honnan? Járva. Köszönöm a lással. Mindjárt, ha menni kell, menni kell. Felvégen meg. Jaj, de kellemetlen. De utána jöjjön vissza ebédelni. Nem lehet, mert az már késő lesz. Oda tettem a társadalmat. Tudod, hogy kedvesem, hozzáadni nekem egy kupica vodkát. Igen. Osztrovszki valamelyik darabjában van egy ember, akinek nagy a bajusza, de kicsi a tehetsége. Hát ez volt néki. Volt szerencsém, ajánlom magamat. Ha egyszer benézne hozzám, mondjuk Szofia Alexandrovnával őszintén örülnék. Nekem igazán kicsi a birtokom, összesen 30 hektár, de olyan mintakertészetem és faiskolám van, hogy olyat 1000 kilométeres körzetben nem talál. Az enyém mellett van a nagy erdőgazdaság, de csak egy öreg erdész van, hogy gyakran betegeskedik, úgyhogy lényegében én intézek mindent. Igen, hallottam már, hogy maga imádja az erdőt. Nyilván nagyon nagy hasznot hozhat. De nem gátolja ez az igazi hivatásában, elvégre maga mégiscsak orvos. Azt csak a jó Isten tudja, hogy mi az ember igazi hivatása. Érdekli az erdő? Igen, érdekel. Ó, nagyon! Maga még fiatal embernek látszik. Legfeljebb 36-37 éves. Nem lehet az olyan érdekes, mint ahogy mondja. Mindig csak erdő, meg erdő. Gondolom inkább egyhangú lehet. Nem, dehogy. Rendkívül érdekes. A doktor minden évben új erdőket telepít. Már kapott is egy bronzemlékérmet és egy oklevelet.
Azon fáradozik, hogy ne írtsák ki az öreg erdőket, ha meghallgatja, teljesen egyetért vele. Azt mondja, az erdő megszépíti a földet, megtanít bennünket arra, hogy mi a szép. Jobbá teszi az embert. Az erdő megenyhíti a szigorú éghajlatot. Azokban az országokban, ahol enyhe az éghajlat, nem fecsérelnek annyi erőt a természettel való küzdelemre, ezért ott lágyabb, gyengédebb az ember is. Szépek ott az emberek, hajlékonyak, tudnak lelkesedni. A beszédük választékos, a mozgásuk kecses. A filozófiájuk nem olyan komor. A nőkhöz való viszonyuk csupa elegáns nemesség. Bravo! 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 Hát ez mindig az, de engem nem győz meg. Úgyhogy engedd meg, drága barátom, hogy ezentúl is fával fűtsem a kályhát, és fából építsem a fészert. A kályhát fűthetett tőzeggel. Fészert meg építesz kőből. Jó, megengedem, szükségből kivághatod az elöregedett fákat. De miért kell kiirtani az erdőket? Az orosz erdők reszketnek a balma csapások alatt. Fák milliárdjai halnak, meg pusztul a vadak, a madarak lakóhelye. Elapadnak és kiszáradnak a folyók, csodálatos tájak tűnnek el véglegesen, és mindez csak azért, mert a lusta embernek nincs annyi esze, hogy lehajoljon és felszedje a földről a tüzet. Hát nincs igazam, asszonyom. Hát micsoda barbárnak kell lenni ahhoz, hogy az ember eltüzeljen a kályhájában ennyi szépséget, tönkretegye azt, amit ő maga létrehozni nem tud. Azért kapott az ember értelmet és alkotóerőt, hogy megsokszorozza azt, amilyen van. De eddig még nem teremtett semmit, csak rombolt. Egyre kevesebb és kevesebb az erdő, a vadak kipusztulnak, az éghajlat tönkretéve, és a föld napról napra szegényebb is rúta. Látod? Te is gúnyosan nézel rám, és amit mondod, ez szerintem nem komoly. Ez csak ugyan lehet, hogy csak az én mániám az egész. De amikor elmegyek a parasztok erdei mellett, amelyeket én mentettem meg a kivágástól, vagy amikor hallom, hogy zúg az én fiatal erdőm a szélben, amit a saját kezemmel ütettem, akkor tudom, hogy az éghajlat egy kicsit tőlem is függ. És hogyha ezer év múlva boldogok lesznek az emberek, ez egy kicsit miattam is lesz. Amikor nyírfát ültetek, aztán látom, hogy zöldel és hajlunk a szélben, akkor a lelkem örül, és büszke vagyok, hogy... Végeredményemben lehet, hogy tényleg csak az én mániám az egész. Volt szeretném ajánlom magam. És mikor jön el újra hozzánk? Nem tudom, kérem. Megint egy hónap múlva. Nem tudom. Iván Petrovics. Maga már megint lehetetlenül viselkedett. Mindenképpen föl kell bosszantani az édesanyját, ugye? A perpétum mobilét emlegetni. És ma a reggelinél megint veszekedett a férjemmel. Milyen kicsinyes dolog. De egyszer gyűlölöm. Aj, nincs miért gyűlölnie. Ő is ugyanolyan ember, mint bárki más. Nem bosszant magánál. Ha egyszer látná saját magát, az arcát, a mozdulatait, hogy maga mennyire lusta élni. Mennyire lusta? Igen. Igen, lusta vagyok. Meg unom is. Mindenki a férjemet szidja. Mindenki sajnálkozva néz rám. Szegény, szerencsétlen öreg a férje. Ez a felémáradó részvét. Vagy hogy átlátok ezen? Láma, hogy az előbb a doktor mondta. Maguk mind felelőtlenül pusztítják az erdőt, és végül nem lesz semmi a földön. Na, hát ugyanilyen felelőtlenül pusztítják az embert is, és végül nem lesz a földön se hűség, se tisztaság, se önfeláldozás. Aj, mondja, miért nem tud maga közömbösen nézni egy nőre, hogyha nem a magáért? Tudja miért? Mert mindannyiukban ott ül a pusztítás ördöge. Nem kímélik maguk sem az erdőt, sem a madarakat, sem a nőket, sem egymást.
bírom ezt a filozófiát. Ennek a doktornak érdekes arca van. Igen. Olyan ideges, kimerült arc. Szonyának nyilván tetszik, szerelmes belé. Meg is értem. Már háromszor járt itt, de egyszer sem beszéltem vele rendesen. Elég barátságtalan voltam, azt hiszi, haragszom rá. Tudja, Iván Petrovics, mi azért lettünk ilyen jó barátok, mert mind a ketten életunt, unalmas emberek vagyunk. Igen, unalmasak. Ne. Ne nézzen így rám, ezt nem szeretem. Nézzetek magára másképp, ha egyszer szeretem. Maga az életem, a fiatalságom, a boldogságom. Tudom, hogy semmi esélyem nincs a viszonzásra, de nekem nem is kell más, csak hagyja, hogy nézzem magát, halljam a hangját. Elég legyen. Ne menjen el. Engedje, hogy beszéljek a szerelmem. Neked jössön el. Nekem már az is a legnagyobb boldogság lenne. Annyira én is. Ki az? Szonya, te vagy az? Én vagyok. Te vagy, Lenocska. Ki bírhatatlanul fáj. Leesett a takaród a földre. Hűvösödik. Ne, olyan füllettség van. Az előbb elszundítottam, és azt álmodtam, hogy a bal lábam nem az enyém. A kínzó fájdalomra ébredtem fel. Nem, ez nem közhőny, ez inkább reuma. Hány óra van? 5 perc elmúlt, 4:15. Reggel, keresd meg a könyvtárban ezeket a könyveket. Úgy remélik, hogy megvolt nekünk. Tessék?
Keresd meg, amiket összeírta, meg volt nekünk. De miért kapok ilyen nehezen levegőt? Fáradt vagy. Második éjszaka nem alszol. Azt mondják, Turgenev a közfénytől kapott szívgörcsöt. Attól félek, hogy én is így járok. Átkozott undok öregség az ördögügyel. Amióta megöregettem, ki nem állhatom magamat. Meg persze, ti is utáltok rám nézni. Úgy beszélsz az öregségedről, olyan hangon, mintha mi tehetnénk róla. Éppen te utálsz leginkább. Természetesen igazad van, nem vagyok ostoba, megértelek. Fiatal vagy, szépen épséges. Én nyakad szímű, öreg vagyok. azt hiszed, hogy nem értem. És persze ostoba dolog, hogy mi mindig élek. De várjatok egy kicsit. Nem sokára mindnyájatokat megszabadítalak. Nem sokára józom már. Uram, az Isten szerelmére hallgass már. A végén kiderül, hogy miattam nem bírjátok. Miattam unatkoztok, tékozoljátok a fiatalságotokat. Csak én élvezem az életet, én vagyok elégedett. Hát, hogy nem. Nagyon természetes. Hallgass el, halálra kínzol. Én mindenkit halálra kínzok. Nagyon természetes. Hát, ez elviselhetetlen. Mit akarsz tőlem, mondd meg? Semmit. Akkor hallgass el. Hallgass el, jó? Könyörögve kérlek. Milyen furcsa. A ványa mond valamit. Vagy ez az idióta öregasszony, az igen, semmi baj. Mindenki meghallgatja. De szóljak csak én egy szót is. Mindenki rögtön szerencsétlennek érzi magát. Még a hangom is utálatos. De jó. Tegyük fel, hogy kiállhatatlan vagyok. Önző zsarnok vagyok. De hát még így öregen sincs egy kis jogom az önzésre. Nem érdemlem meg, hát kérdem én. Nincs jogom a békés, nyugodt öregségre. Egy kis emberi figyelmességre. Senki nem vitatja el tőled a jogaidat! Senki a jogaidat nem vitatja el tőled. Én egész életemben a tudományért dolgoztam. Megszoktam a tanszéket, az előadótermet, a tiszteletre méltó kollégákat. És most egyszerre itt találom magam ebben a kriptában. Minden nap ugyanazokat az ostoba embereket látom. Az üres fecsegésüket hallgatom. Én még élni akarok. Én szeretem a sikert. Szeretem a hírnevet, a pesgést. Úgy érzem magam, mint a számüzetésben lennék. Minden percben a múltom merengeni. Lesni mások sikerét. Félni a haláltól. Ezt nem bírom, nekem ehhez nincs erő. És akkor még nekem nem tudjátok megbocsátani, hogy megöregedtem. Várd ki türelemmel. 5-6 év és én is öreg leszek. A doktorét, amikor megint van, nem akarod látni, ez tapintatlanság. Csak fölöslegesen zaklatokat. Ne, olyan füllettség van. Mit töröd, mert a doktoroddal?
annyit ért az orvostudományhoz, mint én a csillagászathoz. A közvényed miatt nem rendelhetjük ide az egész orvosi egyetemet. Egy ilyen falusi pojácával én szóba se állok. Ahogy jónak látod, nekem mindegy. Hány óra van? Mindjárt egy. Jaj, micsoda füllettség van. Szóval kérlek, add ide a cseppjeimet. Azonnal. Na hát nem ezt! Már semmit se kérhet az ember. Ne hisztériázz, kérlek. Lehet, hogy egyeseknek ez tetszik. De légy olyan szíves és engem kímélj meg tőle. Én ezt nem szeretem, és különben is nincs itt rá időm. Holnap korán kell kelnem, mert szénakasztalás van. És az a vira! Menjetek, megügyetek le! Majd én fölváltalak benneteket. Nem, ne hagyjatok itt vele! Lyukat beszél a hasamba. Hát, szükségük van nekük is egy kis pihenésre. Második napja nem alszanak. Jó, hát menjenek lefeküdni, de te is menj innen. Nagyon kérlek, köszönöm. Egykori barátságnak kérlek, hogy menj innen. Egykori barátságunkra? Egykori barátságunk! Hagyj már, a bácsi! Drágám, ne hagyj itt vele, egyedül nagyon fog beszélni. De hát ez már igazán nevetséges. Miért nem fekszel le, Dadus? Később van már. Miért nem? A szamovár még itt van az asztalon. Lehet is nekem lefelé. Mindenki víraszt. A végét járja. Csak én élvezem az életet, én vagyok elégedett. Hát, hogy ne. Nagyon természetes. Na mi a baj, kedves? Fáj? Az én lábam is zsibbad. Állandóan zsibbad. Régi baja ez magának. Szegény megboldogult Vera Petrovna és a Szonyecska anyja sokszor éjszakákon át nem aludt, csak kínlódott magával. Túlságosan is szerette magát. Dadus, az öreg ember az olyan, mint a gyerek. Azt akarja, hogy sajnálják. Az öregeket nem sajnálja senki. Na, menjünk, aranyom, megküldjünk le. Főzök neked jó hásva teát. Megmelegítem a lábadat, imádkozom érted a Jóistenhez, menjünk, aranyom, menjünk. Szegény megboldogult Vera Petrovna, de sokat aggódott, de sokat sírt. Te, Szonyecska, akkor még kis buta voltál. Na, menjünk, aranyom, az én lábam is zsibbad, állandóan zsibbad. Na, menjünk, aranyom. Menjünk, Dadus, menjünk. Megszenvedek vele. Alig állok a lábamon. Maga vele, én meg magammal. Harmadik napja, hogy nem alszom. Hiányzik a jóság ebből a házból. A maga édesanyja gyűlöl mindent, csak a professzort meg a brossúráit nem. A férjem ingerült, bennem nem bízik, magától fél. Szonya haragszik az apjára, haragszik én rám, jóformán szóba sem áll velem, amióta csak megjöttünk. Maga gyűlöli az uram, nyíltan megveti az édesanyját. Én ingerült vagyok, és ma már legalább 20-szor akartam sírva fakadni. Hiányzik a jóság ebből a házból. Ne filozofáljon! Iván Petrovics maga művelt, okos ember. Elvileg meg kellene értenie, hogy a világ nem a rablóktól pusztul el, nem a tűzvészektől, hanem az utálattól, a gyűlölettől, ettől a sok kisszerű civódástól. Magának nem az lenne a dolga, hogy maga is kötözködjön, hanem hogy mindenkit kibékítsen. Előbb saját magammal békítsen ki. Hagyjon, menjen innen. Elállt az eső. Ilyenkor a természetben minden fölfrissül, föllélegzik. Csak engem nem frissít fel a vihar. Éjszakánként kín az a gondolat, mint valami lidérc,
hogy végérvényesen oda van az életem. Múltam nincs, ostobán elfecséreltem semmiségekre, a jelenem meg szörnyű, annyira nevetséges. Tessék, itt az én. A szerelmem. Na, mit csináljak vele? Hova rakjam őket? Pocsékba megy. Meghal bennem az érzés, mint a napsugár a gödör fenekén, és meghalok én is. Amikor a szerelméről beszél, akkor valahogy olyan leszek, mint egy darab fa. Bocsásson meg, én nem tudom, mit mondjak, semmit nem tudok mondani magának. Jó éjszakát! Éjszakánként gyötör a gondolat, hogy itt mellettem, ugyanebben a házban meghal egy másik élet. A magáé. Mire vár? Miféle ostoba filozófia akadályozza? Értse már meg! Értse már meg! Maga részem! Lehetséges! Lehetséges! A doktor hol van? Ott bent a szobában nálam. Alszik. Ma is ittak. Mire való ez? Akkor olyan, mintha volna életem, de ebben ne szólj bele, szép elé. Maga azelőtt soha nem ivott, és soha nem beszélt ilyen sokat. Hogy menjen az illúzóknak. Hagyom már békén, ez már tényleg pusztustalan. Kiment. Tíz évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele, szegény húgomnál. Akkor ő 17 éves volt, 37. Miért nem akkor szerettem bele? Miért nem akkor kértem meg a kezét? Minden annyira nyilvánvaló volt. Igen. Akkor most az én feleségem lenne. Együtt ébredtünk volna fel a viharra, megijedne a dörgéstől, odabújna hozzám, én átölelném és odasúgnám. Ne félj, kicsi, itt vagyok. De gyönyörű gondolat. Még nevetek is. Összekuszálódott minden a fejemben. Miért vagyok öreg? Miért nem ért meg? A szónoklása, a lusta gondolatai, a sületlen lusta gondolatai a világ pusztulásáról, hogy én ezt mennyire gyűlölöm! Ha gyűlölöm, szívből gyűlölöm! Én be vagyok csapva! Istenítettem ezt a jött-ment professzort! Ezt a szállalmas közvényest! Dolgoztam rá, mint egy ököl. Az utolsó cseppet is kicsajtoltuk Szonyával a bintokból. Neki! Kereskedtünk, mint a kulákok, napraforgóolaj, borsó, túró. Szántól vontuk meg a falatot, csak hogy a koperikákat és a garasokat összegyűjtsve, az ezreseket elküldjük neki! Büszke voltam rá. Tudományára. Akármit írt vagy mondott,
mindent zseniálisnak tartottam. Most meg? Ha! Uramisten! Most, hogy nyugalomba vonult, most lehet látni az élete végeredményét. Nem maradt utána egy oldalnyi mű sem. Ez az ember egy senki. Szappan buborék! Én meg le vagyok csapva. Látom. Csúnyán be vagyok csapva. Játssz, bacs! Játssz! De hát mindenki alszik. Hát te egyedül vagy. Egy hölgy sincs itt. Nincsen gulyó, se kemence. Hol a gazda lefekhetne? Engemet felébresztette a vihar. Jó kis esőcske. Ányulva. Tudja az ördög. Pompás nő. Gyógyszerek. Ágyvédrendszert van itt. Az összes városi orvosnak az agyára ment a köszvényével. Tényleg beteged vagy csak szimula? Ki tudja? Mert mi van? Mi van? Miért vagy olyan rossz kedvű? Mi? Sajnálod a professzor, vagy mi? Nagy bék. Szóval szerelmes vagy a professzor néva. Barátok vagyunk. Már is? Mit jelent az, hogy már is? Nő egy férfinak csak ebben a sorrendben lehet a barátja. Először ismerős. Aztán szerető. Aztán már jöhet a barátság. Ízetlen filozófia. Tessék? Igen. Ízetlen fickó lett. Tudomásul kell lenni. És meglátod, részeg is van. Avonta egyszer berúgok is így ebben az állapotban. Arcátlan és pimasz leszek a végtelenségig. Ilyenkor minden gyerekjáték. Belevágok a legnehezebb műtétekbe is. Remekül megcsinálom, nagy hívű terveket szövök a jövőről, és hiszek abban, hogy roppant hasznot hajtok az emberiségnek. Roppant hasznot. Ilyenkor saját filozófiai rendszerem van, és titeket, barátocskáim, ekkorka kis bogárkáknak látlak, mikrobáknak. Na, játsz, szivacs! Játsz! Szíves örömes játszani itt neked, cimbora, de értsd már meg, mindenki alszik. Játsz! Mi kellene valamit? Itt még volt nekünk egy üveg konyakunk. Szóval megírod, átmegyünk hozzám. Rönnbúva! Van nekem egy felcserem, ha soha nem azt mondja, hogy rendben van, hanem azt mondja, hogy rendben van. Ha, irgalmatlan egy szél álmos. Ha, rendben van. Bocsánat. Nincs rajta nyakkendő.
Te már megint leittad magad a doktorral, Ványa bácsi. Megtalálta a zsák a foltját. Jó, ő már csak ilyen. De te... neked minek? A te korodban egyáltalán nem élik. Koromnak ez semmi köze. Ha nincs valódi élet, én a déli bád, az is jobb, mint a semmi. A széna lekaszálva. Minden nap esik az eső, minden rohadt, te meg déli bábokat kergetsz. Egyáltalán nem is törődsz a gazdasággal. Egyedül dolgozom, teljesen kimerültem. Várj, bácsi. Neked könnyes a szemed. Dehogy. Badarság. Az előtt pont úgy néztél rám, mint az anyád. Kicsikém. A hugó. A drága hugó. Olyan most hol lehet? Ha ő ezt tudná. Bárcsak tudná. Mi? Mit kellene tudnia? Nagyon nehéz. Semmi, semmi. Majd máskor. Megyek. Nézze, maga így onha nem undorodik tőle, de könyörögve kérem a bácsit, ne itt a saját ki. Jó, nem iszunk többet. Most rögtön indulok haza. Nincs csak olyan, amire befognak, meg is virrad. Esik az eső, várjon reggelig. Arrébb van még a vihar, csak a széle volt megyek. És kérem, ne hívja aki többet az édesapjához. Mondom neki, köszvény erő, reuma. Mondom neki, hogy feküdjön erő, micsörök. Ha meg egyáltalában nem volt hajlandó beszélni velem. Elkényeztetek. Nem enne egy falatot? Köszönöm, elfogadom. Én mit szeretnék így éjszaka lenni? A tálalóban mindig akad valami. Azt mondják, annak idején nagycsukalai voltak a nőknél. A papának, a hölgyet elkényeztették. Tessék, vegyen sajtót. Mondod, nem ettem semmit, csak ittam. Nehéz természete van a papájának. Azt érzem, hogy egy hónapig se bírnám ki itt maguknál. Megfolytana ez a levegő. Az édesapja, aki se látszik a könyveiből, csak a köszvényével törődik. Ványa bácsi ezzel a mélabúval,
A nagymamája. Meg a mostohája. Mi van a mostohámmal? Az ember legyen mindenben szép, arcban, öltözködésben, a lelkében és a gondolataiban is. Jelen Andrejevna a szép ezrelítás. Hát csak eszik, alszik, sétál, bűvöl bennünket a szépségével, mások dolgoznak rá. Nincs semmi kötelessége, a dologtalan élet nem lehet tiszta, nem igaz. Egyébként lehet, hogy túlságosan szigorúan ítélek. Én is elégedetlen vagyok az élettel, mint a maga Ványa bácsia, és mind a ketten egyre zsémbesebbekké válunk. Maga elégedetlen az élettel? Általában szeretem az életet. De ezt a mi nyárspolgári falusi életünket, ezt nem szenvedhetem. És a lelkem mélyéből meg. Ami pedig a magam életét illeti általában. És te látja a lelkemet, abban semmi jó nincs. Tudja, hogy az ember megy egy sötét ejtőben éjszaka, aztán egyszer csak meglát a távolban valami pislát, nem törődik az ember se a kimerültséggel, se a korom sötéttel, se a tüskés gajakkal, amik az arcába csapnak. Én annyit dolgozom, hiszen ezt maga jobban tudja, mint senki más a környéken. A sors ütvel szünet nélkül a kimondhatatlanul szenvedek. De a baj az, hogy előttem nincs fény a távol. Én nem várok semmit. Én nem szerettem az embereket. Én már nagyon régen nem szeretek senkit. Senkit? Senkit. A maguk dadusai, hát érzek némi gyöngétséget a régi emléket miatt. A parasztok mindenformák, sötétek, mocskosan élnek. Az értelmiséggel pedig nehéz kijönni, fárasztóak. A mi kedves ismerőseink mind sekélyesen gondolkodnak, sekélyesen éreznek, nem láttak tovább az orruknál, a kerekperec kimondva ostobák. Akik pedig valamivel okosabbak vagy jelentékenyek, ezek meg hisztérikusak. Mindig az analízissel, meg a reflexekkel jönnek. Nyafognak, gyűlölködnek, betegesen féltékenyek. Oda kutalognak az emberhez, sandán ránéznek. Aztán háta mögött kijelentik, ó, hát az pszichopata. Na jó, hát az csak beszél. Na pedig végképp nem tudnak milyen bélyeget sütni a homlokomnak, azt mondják, hogy furcsa ember az, nagyon furcsa. Én szeretem az erdőt, ez furcsa. Nem eszem húst, ez is furcsa. Közvetlen, szabad, tiszta viszony a természettel az emberekkel. Ilyen már nincs. Nincs és kész. Ne, nagyon kérem, ne gyom többet! Miért ne? Annyira nem illik magához. Maga elegáns, nemes lelkű. Magának olyan gyöngét hangja van. Sőt, maga a legnagyszerűbb azok között, akiket ismerek. Hát akkor miért akar a közönséges emberekhez hasonlítani, akik isznak és kártyáznak? Ne csinálja ezt, könyörgök! Mindig azt mondja, az emberek nem alkotnak, csupán lerombolják azt, amit az ég adott nekik. Hát akkor miért rombolja saját magát? Nem szabad, nem szabad, könyörgök, kérve kérem! Jó. Nem iszom többet. Hagyja a szobát. Becsület szavamra. Köszönöm. Elég. Vége. Elég volt. Józanodtam. Látja már, szíjó szavadok. Az is maradok életem végéig.
Nekem már késő, nekem már lejárt az idő. Közönséges lettem, megöregettem, kilobotoltam magam. És az érzelmek valahogy kikoptak belőlem. Én nem szeretek senkit. És már nem is fogok meg szeretni. De a szépség. A szépség. Az még tudhatni rá. Az iránt még nem vagyok közön. Azt hiszem, hogy ha maguk Jelena Andrejevnájának eszébe jutna, egy fél nap alatt el tudná csavarni a fejemet. De hát ez nem szerelem. Hát ez nem őszinte vonzalom. Mondja, doktor, ha nekem volna egy barátnőm, vagy egy húgom, és tegyük fel, hogy maga megtudná, hogy szereti magát, mit szólna hozzá? Nem tudom. Alig nem semmit. Megmagyaráznám neki, hogy nem tudom megszeretni. Meg hát nem is az, hogy áll az én eszem. Kérem, bocsásson meg, ne haragudjon, hogy így is segítettem, de... Na! Akár így, akár úgy! Menni kell, akkor menni kell. Itt az ideje. Különben reggelig se hagyjuk abban, nem igaz? A kerti kapunát megyek, ha megengedi. Félek, hogy a bácsi gálya elkap. Nem mondott semmit. És lelke is még mindig be van zárva előttem. De akkor miért érzem magam ilyen boldognak? Ezt mondtam neki, maga elegáns, nemes lelkű, magának olyan gyöngéd a hangja. Honnákul ütött ki? A hangja úgy remek, simogat, még most is itt érzem a levegőben. És amikor a barátnőmről beszéltem neki, nem értette. Milyen szörnyű, hogy csúnya vagyok. Milyen szörnyű. Pedig tudom, hogy az vagyok. Tudom. Múlt vasárnap is, amikor jöttünk kifelé a templomból, hallottam, hogy rólam beszélnek. És egy nő azt mondta, jó lány az, rendes lány, csak kár, hogy ennyire csúnya. Csúnya! Elmúlt a vihar. Milyen jó a levegő.
doktor hol? Elment. Szofi, tessék, meddig akar még fújni rám? Hiszen nem tettünk mi egymásnak semmi rosszat. Miért kell nekünk ellenségeknek lenni? Legyen vége! Már én is akartam! Elég volt a haragból! Ez nagyszerű! A papa lefeküdt? Nem. Nem, csak ül az íróasztalánál. Hetek óta nem is beszéltünk egymással, csak a jó ég tudja miért. Hát ez... A doktor vacsorázott. Ital is van itt. Igyunk, Bertut, jó? Jó. Jó. Egy pohárból. Így jobb lesz. Hát akkor... Szervusz! Én már régen ki akartam békülni veletem, hogy mindig szégyeltem magam. Most miért sírsz? Semmi, csak úgy. Hát jól van, Mester. Nézzenek oda. Hát még én is sírva fakadtam, de... Azért haragszol rám, mert állítólag számításból mentem hozzá az apádhoz. Hát ha hiszel az esküknek, akkor én megesküszöm neked, hogy szerelemből mentem hozzá. Rajongtam érte. A híres emberért, a tudósért. Jó, nem volt ez igazi szerelem, csak olyan mesterkér, de én akkor azt hittem, hogy ez az igazi. Nem tehetek róla. Te meg a megérkezésünk óta folyton csak várulsz azzal az okos, gyanakvó nézésedre. Na béke, béke, felejtsük el! Nem szabad így nézni. Mindenkiben bízni kell, másképp nem lehet élni. Mondd meg nekem igaz lelkedre, mint barátnőm. Boldog vagy? Nem. Tudtam. Még egyet kérdezek. Őszintén mondd meg. Szeretnéd, hogy fiatal férjed legyen? Jaj, milyen kislány vagy te még. Hát persze, hogy szeretném. Gyerünk. Kérdezz. Neked tetszik a doktor? Igen, nagyon. Nekem olyan buta arcom van, ugye? Tudod, elment, és még mindig hallom a hangját és a lépéseit, ránézek a sötét ablakra, és az ő arcát látom benne. Hadd mondjam el az egészet, de nem tudok ilyen hangosan beszélni, mert annyira szégyellem magam. Butának tartasz, Valdne? Mondd valamit te róla, hogy te mit gondolsz róla. Hát ő olyan okos, mindent tud, mindenhez ért, gyógyít is, erdőt is. Jaj, nem. Nem az erdő is, nem a gyógyítás a lényeg, értsd meg kicsit. Tudod te, mi az a tehetség? Merészség, szabad gondolkodás, nagy lendület. Ez elültet egy fát, és már tudja, hogy mi lesz belőle 1000 év múlva. Már feldereg előtte az emberi boldogság. Jaj, mert ritka az ilyen ember. Az ilyen embert szeretni kell. Na jó, hát iszik. Néha egy kicsit nyers. Na és aztán, a tehetséges ember ebben az országban nem tud tiszta maradni. Hát most gondolj bele.
Gondolj csak bele, milyen élete van ennek a doktornak. Sártenger az utakon, fagyok, hóviharok, a nép durva, vad, mindenütt ínség, betegségek. Márpedig ilyen helyzetben annak, aki harcol és napról napra dolgozik, nehéz megőriznie magát tisztának és józannak 40 éves korára. Szívből kívánom neked. Te megérdemled a boldogságot. Én meg? Én meg csak egy ostoba epizód szereplő vagyok. Mindenütt. A férjem házában. Az álmaimban. A zenében. Egy szóval, mindenütt csak epizód szereplő voltam. Most tulajdonképpen, hogyha jól meggondolom, Szonya, akkor én nagyon boldogtalan vagyok. Nem jut nekem boldogság ezen a földön semmi, de semmi. Nem lehet. Nem lehet.